Az ügyészség közleménye szerint a vádlottak 2016-ban és 2017-ben két családi ház építésére kötöttek vállalkozási szerződéseket. Azonban a megbízók által az építési munkálatokra, közműbekötésekre, anyagköltségekre átadott összegeket csak részben fordították a házak felépítésére. A munkálatokat a szerződésben foglaltakhoz képest csak hónapok múlva kezdték meg, és bár a férfi, mint az építkezés közvetlen irányítója, a felmerülő plusz költségekre hivatkozva folyamatosan további összegeket kért és vett át az építetőktől, a házak kivitelezése az ütemezéshez képest folyamatosan elmaradt. A sértettek többször felhívták a fővállalkozót a szerződésben foglaltak teljesítésére, aki különböző okokra hivatkozva az építkezéseket elodázta. Az építetők a szerződésben meghatározott teljes összeget átadták, azonban a vádlottak a házak építésére annak csak a töredékét fordították. Az alvállalkozóikat sem fizették ki, ezért ezek az építkezésekről levonultak. Az építetők 11 és 17 millió forintos káruk ellenére kénytelenek voltak a házak befejezésével mást megbízni. A férfi ellen hasonló bűncselekmények miatt több büntető eljárás van folyamatban, ezért vele szemben az ügyészség végrehajtandó, még büntetlen előéletű életársával szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.